Hát az minden esetre látszódott Sherrockon, hogy nagyon rá koncentrál erre az összecsapásra, mert a nézőkkel nem nagyon pacsizott, sőt egyáltalán nem, bár lehet ennek más oka is, de alapvetően igen, befordulva érkezett ide a színpadra. És ő nyerte a uradobást, tehát ő fog kezdeni igen. Majd. Hát kétségkívül, hogy nagy lehetőség ez most neki. Ilyen kicsit ilyen sport, darts sport történelem kapujában. Volt már korábban női tovább jutó a csoportból, vagy... Grand Slam-ent? Hát... Szerintem nem. Mi van Daryl Gurney-vel? Bocsánat, hogy így nagyon elkalandul. Daryl Gurney-vel? Köszöni szépen, jól van. Lesz jobban csúszik vissza. Lesz VB-n? Világranglistán. Lesz 23. helyen áll a világranglistán, úgyhogy lesz. Itt az átlaga. Ez a torna átlag? Igen, 102-51, ez nem rossz. Na nézzük. Az nem lehet torna átlag. Puff. Megint úgy kezd. 140. Hát ez nem lehet, mert az első meccse nem volt 100 fölötti. Nem figyeltem pontosan a kiírás, de majd... Mindjárt próbálom vissza nyomozni. Volt két tripla benne, csak nem a jó helyen. Van egyel, folytatja a Sherrock. Szerintem a kezdésből van olyan átlaga, én azt tudom elképzelni, de nem biztos most így hirtelen. Tehát amikor ő kezd. Igen, mert 90,55 volt a az első meccsen Wright ellen is 101,55, tehát nem lehet 102-ös. Clemens is egy kicsit szorongósan kezdi a dolgot. No. 140, nem? 108-a marad. Kell a tripla 18, az nincs meg, 72-je van. Hatvanat hagy magának, Sherrock. Clemens elkezdi tolni a triplát, az mellé. 121. 105-ig azért lemegy. Jaj, és besokal! Na ez nagy hiba. Jó, ilyet nem is láttam még tőle. Igen, főleg így. Főleg így, ha megdobja Clemens. De közel volt. Na most kiemelte rendesen. Túlságosan is. Nem dobja be. Száki. 16-ra Clemens. Rögtön egy break leg lehet a némettől. 16. Ő megoldja. Hát kitörő öröm nem fogadta. Maradjuk abban. Na, közönség részről, de hát nyilván egy angol játékos ellen nem fognak szurkolni németnek feltétlenül, vagy legalábbis örülni a kiszállójának, tuti nem. 91-el indított, és itt pedig jöhet a 180! Jó mérges lett magára Sherrock, egyből bedobott egy 180-at, a 175-dik a tornán. 140-nel próbál visszavágni Clemens. A negyedik nyíl is a helyén, az ötödik az fölötte, egy 100 azért ott van.
60. Ott a tripla. 140. Ugye ez azért egy elég komoly extra nyomás Sherrock, hogy nem elég nyernie, hanem az arány is kell. Arány is kell. A legarány is fontos. És nem találja, nagyon messze van. És így ráadásul kell egy kerekítő nyilván, mert rossz helyre ment, 33 marad. És a dupla, de nem, a bull, itt is a bull volt, bocsánat. Aztán, de azért most mégis lehet egyenlíteni. Megvan az első dupla, 16, bedobja, 1-1. Visszahozza. Öt. 60 a kezdés Sherrocknak. Jön a Clemenstől egy válasz. 134. Az nagyon szép kezdés, 134. Hiba, egyes. Hiba, igen. 41. Most nem úgy zuhognak a triplák, mint az előző meccsen. Clemens viszont ezt bünteti. 140. Ott van megint egy tripla. 100. Ez így kevés. Igen, most 80-as átlagon van Sherrock, így Clemens 91-esen. Mindig kellett volna a tripla, 19, de 72-t hagy magának. Kényszerben. Jó, tripla 1. 43, nem jön a tripla, és egyre bosszusabb. Hát igen, de nem kéne még, hogy kedvét szegje. Hát nem. Mert azért még az esély ott van, dupla 6. Most bedobja Clemens. 2-1-re vezet. Eddig csak hátsó pályás legek. Jó kezdés ez is, 140. Na. Ide is kéne egy 140, meg lehet még, meg is van. Most van bizony a 140. Ötvennyolc csak Clemenstől. Itt jön a tripla, 20-as. 100. Az jó a lefelé kezdés, két triplával kiszállója lehetett volna így. De így egy tripla sincs, és így messzebb is kerül a kiszállótól, pontosabban nem kerül olyan közel. Itt kell a két tripla. Nem. Itt. Az utolsó a 81-el, 180, nincs kiszálló, de... Ó, Clemens most oda dob egy extrát. 140. Szép elem egy 104-re. És megint nincs tripla. És edesül elég rossz szögben áll a táblában az a nyíl. Aztán le is vezeti a másodikat, és a váltás nincs. A tripla 18 sincs meg. 122 marad. 104-ről. Na. Az igen, és a dupla 20.
pici kellett volna. Viszont így ott a lehetőség. 122. Még mindig jó lehet. Megvan a tipra, és a bull. Ez nagyon mellé megint. Már az előbb is a bull a nagyon mellé lőtt. És bedobja a Clemens, így 3-1-re vezet. Már csak egy leg kell neki a továbbjutáshoz. Seroknak meg mind a Zsinórban kell nyerni négyet. Meget meg kéne nyernie, ami a győzelemhez kell most Zsinórban. 140. Hát nagyon elmarad attól a játéktól, amit láttunk tőle Dedeker ellen, inkább Peter Wright elleni meccsre hajaz ez az összecsapás Sherrock szempontjából. Fél szép a leváltás a 19-esen Clemens-től. Na, most jönnek a triplák. Jó ez. Jönnek. 180! Az igen, 44-en azonnal. És egyszerűen lehet szépíteni most. És a dupla 18 nincs meg. Bedobja. A 9-et bedobja. 3-2! Na! Hát igen, de ezek most kötelezők már neki. Na, oké. Igen, persze. Sokkal nehezebb a kötelező. Ő fog kezdeni most bizonyám, és Clemens is tudja ezt. 129. És csak 60 a válasz. Két triplásra triplamentes kör. Clemens egy kicsit most megeremeg. És benne van. Kéne még egy. Ez is 140. Ez némi reményt adhat neki. Főleg úgy, hogyha nem dob triplát Clemens. Már pedig nem dob. Egy jó újabb 140, nem megint lépés előnyre tehet szert. Abból az egyik tripla bent van. 100. Viszont nincs kiszálló. Most kérdés, hogy Clemens le tudja rakni magát. Igen, az már biztos kiszálló lesz. 133-ig lemegy. Most kellhet egy nagy kerekítő Seroknak. De nem dob triplát. 60-at dob, 141. Távolodni látszik az a továbbjutás. Jutás. 57-et dob Clemens. Megvan a tripla úsz, tripla 19, tripla 15, nagyon jó, 36! Bedobja a 141-et, 3-3! 141-es kiszálló! Atyaég! Azt a mindenit! Az asztala. És kezd! És dob egy triplát! A családja, igen. 140! 140-nel kezd. Most kezd éledezni az angol közönség is. Ahogy Sherrock játéka is kezd éledezni. Clemens 100-at dob. Hú, ott nagyon kijött a táblából. Ugyanoda dobta. Putz. 100-as. Egy ilyen kis célzó pöttynek jó lett oda a triplába. Áj, 140, úgyhogy így most teljesen egy formán állnak. Ki fog először hibázni? Oh, Sherrock lehet. Sherrock fog hibázni, 41-et dob csak. Kevés. Clemensnek mi a válasza rá? Nem jön a 17-esen sem a tripla. És a sehol nem jön a tripla. De ez így nem olyan borzasztó. Látja van még Sherrocknak, hogy így
nem használta ki. De kell a tripla. Az megvan. Kell még egy belőle. 120, ez egy szektor. Ó, egy ötös dob Clemens. És még egy ötös. Nincs kiszálló. 6-0 a Seroknak a 120-ra. A sima megvan. A dupla. Fölé dob, de még mindig van esélye. Clemensnek egy 140-nel lerakhatja magát kiszállóra. 136-tal is. És most nem hibázhat Serok, ha még 4-3 lehet. Akar jutni. Bedobja elsőre! 4-3-ra vezet! Megcsinálja ezt a bravúrt is, hogy 4 leget nyer zsinórba Clemens ellen. És megint le kell brékelnie, és nem dobt triplát a német, csak az utolsó nyillal. Fú, ez micsoda meccs lett belőle. Alul, fölül. Ugyanaz dobja, mint Clemens. Brutális. Most jön a tripla Clemensnek. 100-at dob. Tud-e 140-et vagy 180-at? Serok. A tripla 20 nagyon jó. Az is még egy! 135! Elképesztő, hogy játszik. Túl nagy előnye, Clemens ezt még tudja orvosolni, kezelni. Bizonyám, két tripla. 140-et dob. És most kerekítésre is figyelnie kell már Seroknak. Most le, jó, hát mákja van, hogy tripla lett. De jó. Oké. 170. 164, 170. Megvan a tripla! Az nincs, de még 68-ra megy le Gabriel Clemens. A 170! A Serok 170-re. Dob egy triplát! Még egyet! Búl! Gyerem, ott van az a Big Fish, amit tart a kezében, Faul Serok! Hát ezt nem hiszem el, ezt a csajt! 170-ről nyeri meg a meccset és jut tovább! Jézus Mária, hát világ! 1-3-as hátrányból megnyer úgy 4 leget, az utolsó 170-nel fejezi be! Hetekkel után Clemens is! Kikap Faul Seroktól. Hát ez esküszöm jobb, mint egy 9-nyilas. Ez hihetetlen volt. Honnan? És ha azt nézzük, hogy 269-nél rádobott a második nyíllal a sima 20-as után a triplára, ha az sima, akkor nem tud kerekíteni kiszállóra. Bedobja a triplát, és lerakja magát 170-re. Ez az utolsó nyíl. Hát ez valami döbbenet. Nem tudom, hogy tudjuk ezt még fokozni egy Gary Anderson, Raymond von Barneveld mérkőzéssel. De meg fogunk vele próbálkozni, azt gondolom, egy pár perc múlva. Őrület. Várjuk, nem tudom, esetleg tudunk maradni. Ugye megkérdezzük a riportra, mert most úgy látom, hogy riport van egyből. Tehát nem fog tudni beszélni, az biztos. Nem is érti. Semmit nem hallani szinte. Just try and win now, like try not to lose as many legs and I don't
even know how I did it. But no, that 1-7, I thought, right, this has got to go. You have no chance otherwise. Like, literally, this is your one shot. Fallon, it was a fantastic comeback. This crowd are absolutely loving you. Fallon mania. Hey, listen, round number two, you've got Mensah Šulović, and we know that you've got history with Mensah Šulović. Oh, hát megverte Šulović a világbajnokságon, igen. Most ugye arról kérdezik. Ez most már Fallon-Šerokról szól ez a nóta. Ez most igen. Hát megpróbálva nyilván mindent megtenni a Šulović elleni meccsen, egy nagyon jó játékost ismer, de hát... Na mindegy, nem sokat hallottunk sajnos az elejéből, de mintha a szemüvegről meg valami törésről beszéltek volna, de... 1-3, 3-1-re vezetett Gabriel Clemens, egy leget kellett volna nyerni, Fallon-Šerok pedig úgy nyer zsinórban a négyet, hogy a minden eldöntő, a mindent vívőleget 170-ről fejezte be. Hát kérem szépen. Hát ennél nagyobb szenzáció, az nem tudom, hogy van-e, vagy lehet-e most, vagy lehetette most itt a Grand Slam of Darts-on. Egy meccsünk van hátra, amit a nap rangadójának tituláltunk az elején még a közvetítésnek. Raymond van Barneveld és Gary Anderson. Mérkőzése, aki nyer, az megy tovább. Mindjárt folytatjuk.